azt gondolom, hogy a konkrét példa mellett nem árt, ha az általános formulát is fölkerülnek a táblára, úgyhogy ezeket most összegyűjtöm, fölírom ide. PXY-nal jelölöm annak a valószínűségét, hogy a nagy X egyenlő kis X, a nagy X egyenlő kis Y. Ez a kétdimenziós súlyfüggvény. PXY-jel jelölöm azt a valószínűséget, hogy a nagy X egyenlő kis X-el, mert a nagy X az az első koordináta. P2-vel jelölöm azt a valószínűséget, hogy a második koordináta egyenlő az itt megadott Y értékkel. P2-1. És itt van egy függőleges vonal, ami arra utal, hogy feltétel van a dologban. Az első koordináta játssza a feltételnek a szerepét, és hát itt most a argumentumok elrendezésében is kifejezésre juttatom, hogy az X adja a feltételt, és az Y-nak a valószínűségére vagyunk kíváncsiak. Ez a feltételes valószínűség a feltételes súlyfüggvény definiálja. P1-2XY pedig a P nagy X egyenlő kis X, nagy Y egyenlő Y feltételes valószínűséggel a másik feltételes súlyfüggvényt definiálja. Hangsúlyozom, hogy itt nem a jelöléseket kell bemagolni, hanem a dolgok értelmét, jelentését kell világosan látni, és abból a világos megértésből, amit önök remélem, hogy a tanulás során elsajátítanak, abból hát ezeket a képleteket bármikor föl kell tudni írni. Nos, mind levezettem, abban a példánál elmagyaráztam, itt jelzem, hogy a kétdimenziós súlyfüggvényből a P1X vetület súlyfüggvényt úgy kapjuk meg, hogy Y szerint összegzünk, P2Y pedig úgy kapjuk meg, hogy X szerint összegzünk. A feltételes súlyfüggvényt, a P2Y-X helyen úgy kapom meg, hogy a kétdimenziós súlyfüggvényt elosztom a P1X-el. A másik feltételes súlyfüggvény értéket pedig úgy kapom meg, hogy a PXY elosztom a P2Y-nal. Érdemes felhívnom a figyelmet arra, hogy a P1X és a P2Y-X szorzat kiadja a PXY-t. Tehát ha valamikor olyan problémával találkozunk, hogy számunkra az X eloszlását, az X súlyfüggvényét könnyű meghatározni matematikai képlettel vagy numerikusan, és ezeket a feltételes valószínűségeket is valahogyan évezzük, tudjuk, és képlettel vagy számértékekkel meg tudjuk adni, akkor szorzatként kijön belőle a kétdimenziós súlyfüggvény. Arról annak az eseményekre vonatkozó szabálynak az analógiájáról van szó, amit már jól tudunk. Az A egyszer B esemény valószínűsége kiszámolható úgy, hogy az egyik esemény mondjuk az A valószínűségét szorzom a másik eseménynek az A-ra vonatkozó feltételes valószínűségével, vagy pedig fordítva is el lehet itt a dolgot mondani. A P A egyszer B egyenlő ezzel a szorzattal is, és valóban PXY-t is, hát nyilvánvalóan P2Y, P1 feltéve 2, X feltéve Y szorzatként is megkapjuk. Muszáj ott letörölnem a táblát, hogy helyünk legyen, de nyilván emlékeznek rá, hogy a P2Y úgy kaptuk meg, mint a PXY összege szerint, a PXY pedig úgy kaphattuk meg, hogy a P1X-et szorozzuk a P2Y
kell, és ez a formula nem egy nagy durranás, de mégis értelmezhető egy párféleképpen. Először is nagyon hasonlít a teljes valószínűség formulájához. Ugye a teljes valószínűség formulájában volt egy teljes eseményrendszerem és az azzal kapcsolatos valószínűségek. Ez a tényező ennek felel meg, és voltak benne feltételes valószínűsége, erről van szó. A másik pedig egy olyan fogalom, amit most találok ki az ember számára, hogy az Y-nak a súlyfüggvénye, ide írom, hogy erről van szó itt a bal oldalon, szemlátomás egyenlő az X súlyfüggvénye szerint összekeverve, összekutyulva az Y-nak X különböző értékeire vonatkozó feltételes súlyfüggvényeiből. Ez a keverés dolog, ez egy eléggé szemléletes dolog. Itt a keverésben a súlyt a PX valószínűségek adják, és akkor a feltétel nélküli súlyfüggvény az a feltételes súlyfüggvények keveréséből adódik.